Május eleje van, néhány évtizede ez időtájt még élő, funkciókkal bíró szokás volt a májusfa állítás, mely szokás egyébként nyárköszöntő jelentése és a szerelem termékenység elemi gondolatának köszönhetően különböző tavaszi időpontokhoz kötődik. Erdélyben húsvéthoz, skandináv területeken a nyári napfordulóhoz, hazánkban a 15. század óta május 1-jéhez. Az idő előre haladtával sajnos egyre ritkább a májusfa állítás, bár állítólag tavaly még a budapesti Dózsa-György úton látni lehetett egy feldíszített fácskát. Minden májusfa, amit a természetből behozott zöld ágként, vagy faként a civilizációba átültetve valamilyen módon átalakítva, például feldíszítve, vagy a kérgét lehántva, fölállítanak vagy közösségi térben, vagy pedig házaknak az udvarán. Maga a zöld ág, és az, hogy mi történik május 1-én ezekkel a zöld ágakkal, ez két külön történet. Az egyik történet egy nagyon-nagyon elemi, szimbolikus gondolkodás, ami a zöldnek, a vegetációnak, az életnek az ereje. Maga a kifejezés, tehát ahonnan a május hónap a nevét kapja, ugye a római naptárban kezdik májusznak nevezni, az Maja görög némfáról kapja a nevét, akit onnan ismerhetünk, hogy ő volt Hermész édesanyja. És ő az anyaság, a föld, a termékenységnek az üzenetét hordozta magával, és hogy május 1-e miért tud kiemelkedni az ünnepek sorából, annak az az oka, hogy egyre inkább évnegyed kezdő, majd a keltáknál nyár kezdő, nyári időszak kezdő, és végül a frank birodalomban, a 8. században pedig egyenesen évkezdő nap. Természetesen történetileg, mikor ez hozzánk megérkezik, akkor már a keresztény egyház és ideológia is beleszól. Ugye a Jakab és Fülöp szenteknek a napját rakja az egyház a 6. században, május 1-ére. Walburga szűz emléknapját is rögzítik, ugye április 30-ára. Ebből lesz a híres Walpurgi szély, tehát a szentből egy boszorkányos, színezetű nap lesz. Ez az európai gonoszjáró napok egyik legfontosabbikat. És ebből lehet megérteni egy csomó mindent, ami a mi májusfáink körül történik, mert ugye nem csak arról van szó, hogy kimennek a legények éjszaka az erdőbe, ellopnak, kivágnak egy májusfát, megharcolnak a kutyákkal, a lányapjával, amelyik házhoz akarják állítani. Ehhez mindenféle csínytevések is kötődnek, tehát nagyon izgalmas történetek vannak arról, hogy hogyan csempésznek ki egy gazdát ágyastúl a házából, vagy szedik szét a szekeret és teszik föl a háztetőre. Magyarországon két alapvető funkcióban látjuk a májusfát, az egyik egy közösségi fa, amikor falvak, városrészek, tehát különböző közösségek állítanak egy májusfát, ekkor inkább egy ilyen világfa funkcióban látjuk ezt a fát, amely köré a közösség élettel szerveződik egy hónapon keresztül. A másik változata az pedig a lányos házhoz állított májusfa, amelynek a jelentése inkább az életfa, tehát a termékenység és a vegetáció, és ennek ugye a kapcsolata az udvarlással, a házassági ajánlattal, a szerelem megvallásával azért eléggé evidens. Na most nyilván ez az ősi rétege a jelentés, és ahogy fordulunk a polgári korszakba át, inkább egy ilyen tárgynyelvnek a részévé válik a májusfa, tehát egyszerűen üzeneteket képes közvetíteni. A májusfát ugye május 1-ére víradólag éjszaka rendszerint titokban állítják, reagálhat rá a lány, úgyhogy ő maga is szalagokat rak rá, vagy kifejezi, hogy szívesen fogadja, vagy május végéig állnak ezek a fák, vagy pedig pünkösdik. Egy versengés alakul ki a fiatal legények között, hogy ki tud fölmászni ugye a fa tetejére. Az eltávolításuk az lehet egy nagyon egyszerű esemény is, de nagyon sokszor társul hozzá egy ilyen záróbuli, amit kitáncolásnak neveznek. Napjainkban ugye egyre kevesebb májusfát látunk. Ha látunk egy-egy ilyen májusfát, akkor jusson róla eszünkbe, hogy itt egy több száz éves, vagy akár ezer évre visszanyúló hagyományról van szó, de talán azt is vegyük tudomásul, hogy változnak az idők, és az, amit a májusfa az udvarlás rendszerébe betöltött, ahelyre belépett a Valentin nap. Ugyanaz történik. Egy tárgynyelvvel kifejezésre jut egy érzelem, nyilván ez közelebb áll a modern ember gondolkodásához.